Egy olyan része következik most ennek a rendezvénynek, amit mi is szeretünk így ülve tölteni, mint hogyha egy kávéházban lennénk. És gyorsan azért azt szeretném megköszönni a Gyurinak, hogy elhárította a visszhangos akadályt, mert hogy már nem visszhangzik az, amit beszélünk, ugye? Mindenki jó hallja, tökéletes. Jó, ami most fog következni, az viszont kifejezetten miattunk történik, higgyétek el, nem véletlenül. Ugyanis annyi dolga van egy házigazda házaspárnak itt egy rendezvényen, hogy mi egyszerűen lemaradtunk a kávéhívásról. De van egy barátunk, tényleg egy nagyon kedves régi barátunk, aki amellett, hogy barátunk, meg koronás, amellett még barista is. A DXN koronás baristája azt mondta, hogy figyelj, lemaradtatok, nem probléma, nálam van a zsebemben egy rezsó, meg van itt nálam valami újdonság, DXN kávé, és csücsüljetek le ide, főzök nektek egy kávét. Széna Szabolcs! Nem barista, hanem borista vagyok egyébként. Ezt az egyet, ezt összekevert a Józsi. De azért vállaltam be ezt a mostani Brook kávét. Remélem érzitek az illatokat. Az első sorban biztos. Jó, ez egy igazi, jó kotyogost főztem én itt le a szünetbe. És amikor így először találkoztam és megjelent a Brook kávé, akkor így nem tudtam eldönteni, hogy én ezt hova tudom tenni majd a DXN piacon, hova tudom tenni a saját eddigi kommunikációim mellé, hiszen mindig azt hirdettük, hogy milyen jó, hogy nálunk van egy tasi, mert bárhol el tudunk menni, bárhol meg tudjuk inni, ez meg azért egy igazi helyhez kötött. És képzeljétek el, hát én ugye ilyen vagyok, hogyha megjelenik egy új termék, az az első, hogy beruhanok, és most már én be tudok rohanni Sopronba a Karsandihoz, és rögtön tudok menni, úgyhogy nekünk az tényleg ilyen nagyon kényelmes, és vettem Brook kávét, és megcsináltam. És amikor először éreztem újra otthon ezt a kávé illatot, az valami fantasztikus volt. Én rögtön bűnbe estem. És nagyon őszintén én ezt a kávét, ezt úgy iszom, hogy minden nélkül. Tehát nem teszek bele semmit, maximum néha bűnözök egy kis tejszínjavot így a tetejére nyomok, de azt is csak azért, mert ilyen kis kanállal, amikor így le lehet venni ezt a kis kávé és tejszínjavot, annál finomabb nincs, de hogy hihetetlen ízvilág van. És hogy jövök én ahhoz, hogy mondjuk erről a kávéről egy picit így ízvilágba beszéljek, talán azért, mert én tényleg elvégeztem a borszakértői tanfolyamot, tehát hivatalos borajánló vagyok. Szóval borista tényleg vagyok, de borista nem. Viszont amíg ez egy 3 kurzus volt, nagyon élveztük, Csonka Laci gyémánt barátommal voltunk ezen a kurzuson, és minden alkalommal 7 bort teszteltünk. És nagyon érdekes volt, hogy amikor először voltunk, akkor aki kóstoltatta velünk a bort, elmondta, hogy mit kell érezni. Tehát, hogy milyen mély illatok, ízek vannak egy borban. És hát így a Lacival így egymás mellett voltunk, így bököttük egymást, hogy te érzed? Én nem. Te? Hát mondom, jó, akkor ez biztos arról szól, hogy tudod, így meghűítik az embereket, jó a marketing, és akkor nagyon föl lehet hype-olni egy bort. Aztán a második alkalommal, hát elkaptam egy-két olyan ízt már, és ami benne volt. Aztán a harmadik alkalommal kezdtem azokat az ízeket érezni, és amikor vége volt a tanfolyamnak, akkor odáig jutottunk, hogy fel kellett ismerni régiókból, fajtánként, hogy mit iszunk, az alapján, hogy milyen jegyekkel rendelkezik egy bizonyos fajta. És hogy jön ide a Brook kávé? Hát egész egyszerűen azért, mert az etióp arabika kávénak a terroir jellege miatt, ez egy nagyon különleges hely, hiszen eleve ugye egy afrikai, egy állandó hő, van egy bizonyos magasság, ami miatt olyan különlegessé teszi, hogy méltán lett híres. Ráadást, egy picit így lapozok nektek, ráadást ebbe a kávéba, ami nem csak így ízben lett fantasztikus, majd erre még egy kicsit jobban kitérek, hanem belekeverték a ganodermát, mert ugye ez egy darált, egyébként körbeadnám, csak sajnálom. De tényleg körbeadom, mert aki még, ki az, aki kóstolta már otthon? Jó, akkor tudjátok azért nagyjából, hogy miről beszélek. Aki még nem kóstolta, az nyugodtan vegyétek le a Temun rendelt ilyen csipeszt, amivel lezártam. És
Viszont az, hogy milyen illata van, és tényleg, hogy mennyire kellemes, azt így tudjátok élvezni. Viszont azáltal, hogy bekerült a Ganoderma, ugye érem az Anika azt mondta, hogy erről nem beszélek, mert mindenki tudja, hogy mi a Ganoderma. Igazából ez az energetizáló hatás, ami a koffeinnek amúgy is megvan, mert a sztorit biztos tudjátok, hogy egy etióp juhász, bojtár, nem tudom én mi, de az kecskéket pásztor, mert a kecskepásztor tényleg, tehát az... Istenem, mire jó az embernek a szponzora? Tehát, hogy nincs olyan szituációs helye, ahol ne tudna segíteni. Kecskébe főleg. Igen. És hát ez a pásztor azt vette észre, hogy a kecskék legelnek egyfajta ilyen kis bogyót, ilyen kis piros bogyót, és amikor azt legelik, akkor hát nem tud velük bírni. Tehát, hogy kicsit élénkebbek, energetizáltabbak, aztán később gondolom kipróbálta azt, hogy ezek a bogyók milyen, hogyha ő ezt tűzbe dobálja, akkor elkezd pörkölni, gondolom fogyasztani. Tehát a sztori valahonnan eleve Etiópiából indult, és mivel a DXN Etiópiában is jelen van, és jellemző is a cégre, egyébként én ezért is szeretem a DXN-t, hogy minden országban, ahol jelen van, próbál hozzáadni ahhoz az országhoz, és valamit hozzátenni azokhoz az emberekhez, akikkel együtt dolgozik. És ugye az etióp arabika kávé is forgalomba került, egy nagyon jó minőségű 100% etióp arabika kávé, amiben belekeverték a Ganodermát. Így nem csak ugye a kávénak is van egy erőteljes antioxidáns hatása, tehát mindig felmerül a kérdés, hogy egészséges-e a kávé. Ugye sok embertől, sok orvostól halljuk, hogy egészséges, fogyasztani kell sok embertől, hogy nem. Szóval ez a szegény kávé kap hideget, meleget, ezért lett a jeges kávé és a forró kávé, tehát pont ezért, hogy mindenkinek megfeleljen az elvárásainak, hogyha kap hideget és meleget. Úgyhogy ezáltal, hogy a Ganoderma ott van, tényleg nagyon-nagyon sok oldalon és nagyon sok mindenre tudjuk használni. Én egy-két dolgot összeírtam, koleszterin szintcsökkentés, méregtenítés, stresszcsökkentés. És még arra is emlékszem, hogy amikor a legelején, amikor a Dr. Lim itt volt, hiszen tizenvalahány évvel ezelőtt előadást tartani, és feltettem például egy olyan kérdést, mert akkor volt egy olyan ismerősöm, aki mondta, hogy mindenképpen kérdezzem meg például, hogy depresszióra milyen DXN terméket ajánl. És ő egyértelműen csak azt mondta, hogy fogyassza a DXN kávét, mert egy depressziós, leginkább többsége el se ismeri, hogy depressziós, és ő nem gondolja magát, hogy betegnek, ezért nem fog kapszulát rögtön szedni, hanem viszont, hogyha a kávéját lecseréli és elkezdi DXN ganodermás kávét fogyasztani, akkor ez a folyamat elindul benne, elkezd bízni a termékekben, és utána majd el fogja fogadni tőlünk a kapszulákat is, aminek ugye természetesen erőteljesebb hatása van. Na, és pár gondolat még, hogy milyen ízvilága van. Én, ha ezt megkóstoljátok, ezt a kávét igazi, ilyen 70% fölötti étcsokoládéval, mondjuk 80%-os még jobb, és úgy kortyolgatjátok, hogy közben azt teszitek, amúgy is van egy ilyen kis csokoládé és diós jellege, az mellett, hogy egyébként megőrizte, és én ilyen kis citrusos jellegeket is érzek benne, tehát ezt majd lehet otthon így kóstolgatni, és így tényleg nem úgy, hogy így lehúzom, mint ahogy régen szokták a feketét, hogy kifőzött, és na, az úgy leérted, és akkor menjünk tovább, hanem egy kicsit úgy tényleg élvezni és ízlelgetni ezt a kávét, és meg fogjátok ezeket érezni, meg fogjátok benne érezni az etióp embereknek a tényleg azt a, szerintem, aki járt már, hát most próbálok a Pistére nézni, de tudom, hogy egy elejjebb volt Kenyában, de ugye egymással határos ország, tehát az embereknek a kedvessége, és tényleg az a odafigyelés, amivel ők foglalkoznak, és nagyon fontos egyébként, hogy egy fenntartható gazdálkodás keretében, tehát ahonnan a DXN kávé, az arabika kávé származik, egy fenntartható gazdálkodás keretében nem dolgoznak gyerekekkel, tehát hogy minden olyan dolognak megfelel, amit mi már emberileg is követelményként állítunk ilyen dologban. És talán ami még fontos, hogy az arabika etióp kávék, vagy az etióp arabika kávékben vannak ebben az úgynevezett speciality kávé kategóriákba, ami a kávé kategóriában a legmagasabb minőség. Tehát ezt ne csak úgy gondoljátok, hogy egy Ganoderma benne van, tehát hogy mint kávé, hanem a legmagasabb minőségű kávét tudjátok bárkinek az asztalára tenni. Én mondjuk annak örülök, hogy a sajátomra tudtam tenni. Én reggel megtartottam a magam kis vita kávéját, viszont minden ebéd után, ez már tündivel leülve, kis fotel,
kis kotyogósba elkészítve ott ízlelgetjük, és tényleg nagyon-nagyon jó minőség. Amit még észrevettem, hogy eszméletlen gazdaságos. Tehát én nem tudom, ezt nem számoltam még ki, hogy hány ilyen kétszemélyes kotyogóssal tudok lefőzni, de rengeteg ideig eltart. Tehát nekem tovább tart, mint az acskós kiszerelésű bármelyik. Úgyhogy tényleg így a gazdaságosság szempontjából is bátran lehet ajánlani, de aki, és például ilyen volt nekem a bátyám, hogy egy csomó olyan ember van, aki a kávét nem fogadta el tőlünk, és nem azért, mert nem gondolta, hogy a DXN kávé jó, vagy a Ganoderma jó, hanem egyszerűen azért, mert ő a kávéélményt pont úgy szerette, ahogy most mi szeretjük a kávéélményt. És egy új piacot nyertünk vele, egy új piacot tudunk kiszolgálni, és próbáljátok meg ti is azt élvezni, amit ez a kávé adni tud. Tényleg a kávé őshazájából és egy igazi közösségi élményként is megélni. És a végezetül az utolsó diámon föltettem itt alul ilyen kis poharakat, hogy a kávé még mit tud okozni. Igen, a kávé tud okozni egy olyan szenvedélyt, hogyha bármelyik országba, bármelyik városba elmész, akkor elkezdesz gyűjteni kávés kanalakat, amelynek az adott városnak a jellemzője van, az adott város logója, vagy egy speciális műemlékről egy kép, és pár évvel ezelőtt elkezdtem én gyűjteni, és a DXN kávék azt okozták, hogy most már nem tudom kitenni alapvetőleg, mert tényleg több száz kanalam van. És hogy ezek az utazásaim, ezek zömében mind DXN-es utazások, és olyan nagy élmény, amikor leülünk, és tényleg ezt a jó illat mellett, kávé illat mellett kitöltöm, ízlelgetem, és kihúzok egy kanalat, és eszembe jut az az élmény, amit a DXN utazásom ott, abban a városban azok az emberekkel okozott. Úgyhogy ez egy mellékterméke a DXN Brook kávénak, úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó ízlelgetést, és legvégül hát a házigazdáinkat akartam meglepni ezzel a kávéval, mert őket imádom, és ők érdemlik meg ma, amit én ma lefőztem. Nagyon köszönjük, Szabi. Kiböjtöltük rendesen, hogy ihassunk. És a következő szünetben kint lesz helyezve egy asztal, ott mindenki megkóstolhatja ezt a kávét. Az a Janka kérése, hogy tehát ami pohárból fogyasztjátok a kávét, azt ne dobjátok a szemetesbe, hanem csak oda, ami ki van helyezve, mert ezek ilyen újrahasznosítható poharak, és megígérték, hogy ezt begyűjtik. Úgyhogy így kóstoljátok, és majd egészségetekre! Pohárból fogyasztjuk, okay. Amit a Bojtos házaspártól... Ha Zoli ellene TikTokon, a büdös túró nem csatlakozna hozzá, de hál' Isten, ott egy másik arcát is tudja mutatni. Nagyon jó az illata. És valami citrusos illatot érzek belőle. És egészségetekre. Olyan testes citrusos illata.